Köszöntök mindenkit! Mai alkalommal folytatódik a dobozbazárt részecskének a története. Itt vannak még a múlt alkalommal rajzolgatott kis papírkáim, és ott már már rögtön az elején megemlítettem azt, hogy ez egy dimenziós modell, de könnyű általánosítani három dimenzióra, és akkor még több érdekes dolgot lehet megtudni a Schrödinger egyenletről meg az elektronnak a működéséről, hogy például mi csinál egy dobozban, egy tényleges dobozban, ez lesz a mai alkalomnak a tárgya, megpróbálom ezt az egészet általánosítani három dimenzióra, és akkor meglátjuk, hogy mi történik. Ez lehetne tulajdonképpen a folytatása az előző résznek. Tehát mi történik akkor, hogyha az egydimenziós modellről megpróbálunk áttérni három dimenzióra. <kül> Tehát ugye ilyenkor mi történik? Hát akkor egy dobozban fogjuk keresni, egy tényleges dobozban fogjuk keresni az elektront. Mely lesz valahol. Itt van ez a kis dobozka, és akkor ezt úgy, úgy fogom megrajzolni, hogy ez a hátsó sarka, ez konkrétan koordinátákon ül, és akkor ugye itt, itt van az X tengely, itt van fent az Y tengely, valamint az z e tengely, és ugye megoldottuk az egyenletet egy olyan esetre, amikor csak az X tengelyen nézegettük, hogy mit csinálhat az elektron, két dimenzióban egy ilyen síkot kapnánk, és akkor ott is lehetne vizsgálgatni, de viszont, hogyha mind a három koordinátát figyelembe vesszük, akkor, akkor most már egy valódi köptartalom, köptartalomban is megnézhetjük, hogy mit csinál az elektron, és akkor ugye itt volt az L, ugye ott van a nulla pont, és akkor ez három darab ilyen uh, energiából fog összeadódni az, hogy az elektron az mit csinál ott bent, mert ugye minden oldalra meg lehet oldani szépen a Schrödinger egyenletet. Hát nézzük ki, hogy ebben az eset, nézzük meg, hogy ebben az esetben hogy néz ki a Schrödinger egyenlet. Hát a Schrödinger egyenlet első formája az mindig a szokásos. És akkor most itt történnek az igazi érdekesség, a Hamilton operátorban ugyanis fel kell írni megint azt az alapvető kis konstansot az elején. Ez mindig egyébként ebben az esetben az elektronnak a tömegét jelenti de mivel ez ilyen én kvantumhanik ez mindenfajta ilyen részecskére érvényes, amely a szabályainak engedelmeskedik, tehát például a fotóra annyira nem, mert annak nulla a tömeg, és akkor nullával osztunk, amely egy kicsit fura egy egyenletekhez vezetne. De aminek van tömeg, az szépen be lehet ide írni, és hogyha elég kicsi, akkor szépen meg lehet oldani. Hát érdekes lenne, mi, mi történne, ha ezt magamra írnám fel, és behelyettesítenék oda, mint a 75 kilót, vagy valamit. <coughs> Na mindegy, és akkor itt jön a Laplace operátor, fi, valamint egy potenciális energiára vonatkozó operátor, Y. Ugye mit kell itt rögtön elmondani? Hát azt, hogy itt a doboz környezetében a potenciális energia az végtelennel egyenlő, tehát ugyanaz az eset tulajdonképpen, mint itt az egydimenziós modellnél, van egy potenciál doboz, és a falain kívül végtelen nagy a potenciális energia, tehát oda nem szívesen megy az elektron, viszont a dobozon belül ott a potenciális energia nulla, ott teljes mértékben könnyen megtalálható az elektron, és itt megjelenik a potenciális energia. Ez az ilyen esetekben, amikor a dobozban nulla a potenciális energia, az az egész tag nulla, ezért fel, fel sem szoktam írni, ez mit szokott tartalmazni? Hát például az olyan modelleknél, amikor már konkrét atomokra írjuk fel ezt a Schrödinger egyenletet, akkor a potenciális energia mindenféle borzalmat tartalmaz, ami csak előkerülhet, tehát hogyha például van egy fém, fém tömb vagy egy fém kristály, vagy egy fém több, egy vasrúd, akkor abban vannak atomtörzsek, és vannak elektronok. És az elektron, ha egy darab elektronra felírjuk a Schrödinger egyenletet, akkor az egy darab elektron érzékeli a környezetében lévő többi elektront is. Ugye taszító kölcsönhatás van az elektronok között, valamint egy darab elektron érzékeli az összes fémrácsban lévő atomtörzset is, vasatommagokat, és azoknak a potenciális, vagy az is hozzájárul a potenciális energiájához az elektronnak. Tehát igazából, amikor valós problémáról adjuk meg a Schrödinger -e egyenletet, akkor ez a potenciális energia tag, ez végtelenül bonyolultá válhat. Tehát igazából ez egy <coughs> elég nagy problémája ennek az egyenletnek. Tehát ezt el is lehet itt hanyagolni, ugye itt ezt annyira el hanyagolni, mivel ilyen alapvető modelleknél ezt Rattól nem veszük figyelembe, hogy itt már se írtam, tehát itt alapvetően mindenhol nulla volt a potenciális energia, ki se kell írni, elhagyjuk. <tosz> És akkor itt van ez a, az érdekes történet, ez a Laplace operátor. <tosz> Elnézést! Ugye ez lesz majd a különböző koordináták szerinti deriválás, amit úgy lehet felírni, hogy dx... mindenhol négyzetes tagok foglalnak helyet. És ugye ez itt a Laplace operátor, ez meg van szorozva a fi függvényel, tehát igazából, ha felbontjuk ezt az egész zárójelet, akkor itt mindenhol megjelenik a fi. És ez az egész, ez van beszorozva minusz a négyzetem per 2 emmel, és ez lesz egyenlő az energiával. Na hát és akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen egyenleteket nehéz megoldani, kivéve akkor, hogyha ez a fi felírható három darab függvény, x, csak x-től, csak y-től és csak z-től függő függvények szorzataként, akkor meg lehet oldani, egyéb esetekben pedig nem. Ugye, hogyha például a hidrogén atomra szeretnénk megoldani a Schrödinger egyenletet, akkor ott <coughs> nagyon nehéz az xy koordinátákra. Egy kis, kicsi kitérőt azért tegyünk ide, mert ez ilyen érdekes történet. Tehát, hogyha például egy olyan, olyan szituációra szeretnénk megoldani a Schrödinger egyenletet, hogy van egy atommag, koordináta rendszernek közepén, és valahol ott kering körülötte az elektron valamilyen felhőben, akkor azt nagyon nehéz lenne úgy megoldani, hogyha úgy szeretnénk kiszámolni ennek az elektronnak a Schrödinger egyenletét, marha nehéz lenne megoldani, hogyha megpróbálnánk szépen az X, az Y és a Z koordináták szerint megoldani az egyenletet, tehát ugye a Hamilton operátorban a Laplace operátor tartalmazza d per dx meg d per d, y meg d per dz, ezért most csak ilyen kiugró. meg ezt, ez, ez, ezeket a deriváltakat, hogyha ezt ilyen koordinátákkal szeretnénk ezt kiszámolgatni, akkor rohadt bonyolult, gyakorlatilag közel megoldhatatlan feladatot kapunk, viszont, mert nem lesz szeparálható differenciál egyenlet, és ha nem lehet szeparálni differenciál egyenletet, akkor a magamfajta emberek nem tudnak hozzászólni, viszont itt a hidrogénatomnál még lehet trükközni annyit, hogy, hogy át lehet állni egy másfajta koordináta rendszer, ilyen gömbi koordinátával, hogy ezeket az x, y, z vektorokat, ezeket helyett, ugye mert akkor itt, itt mi a helyzet, tehát hogy akkor itt szépen meg lehet határozni, hogy megyek az x-en ennyit, megyek az z ennyit, és megyek az y-en ennyit, és akkor le tudtam írni azt, hogy hol van a pont. Ehelyett be lehet vezetni egy másik fajta ö, szemléletmódot, mégpedig azt, hogy mi lenne akkor, ha itt összekötném ezt, ez most itt egy síkot képvisel ez a kis téglalap, és összekötöm egy ilyen térbeli vonallal, egy R-vektorral össze lehet kötni az atommagot és az elektront. És akkor, és akkor azt lehet mondani, hogy szépen le tudom írni az elektronok helyzetét akkor, hogyha megadom az itt lévő, mit tudom én, szöget, meg akkor, hogyha megadom ezt az emelkedő szöget, amit a síkra vett ilyen szög elfordulás, ugye ahhoz, hogy itt felemeljem ide a nyilat, az pedig egy fi lesz egyenlő. Ezeket polár koordinátáknak nevezik. És egészen konkrétan ez ilyen gömbi koordináta. Mert tegyük fel, hogy ha itt az R az egyenlő egy, akkor a teta és a fi változásával egy egész gömböt pontosan le tudok, egy egész gömbhéjat pontosan le tudok vagy ki tudok számolni, csak a phi-nek, meg a tetának az ismeretében, hogy mondjuk a sugár az egy. Ha sugár bármekkora lehet, akkor ezt a tér bármely pontját le lehet írni. Ennek a háromnak a ennek a három értéknek az ismeretében. Tehát azt lehet csinálni, hogy ugye nagy problémát jelent, hogyha a Laplace operátor az x, z koordinátáktól függ, ezért, hogyha a Schrödinger egyenletet meg szeretnénk oldani hidrogénatomra, akkor át kell, át kell alakítani a a Laplace operátort gömbi koordinátákra, mert ezek nem szeparálható egyenletet képeznek, ezek pedig szeparálható egyenletet képeznek, mert fel lehet írni azt, hogy, hogy a teta az függjön R-től, tetától és phi-től. Ugye <coughs> interneten rá lehet keresni arra, hogy a polár koordinátákról hogyan lehet átállni ö, Descartes koordinátára, és fordítva, tehát a z szerinti koordinátázást olyan lehet inkább ilyen szögekre, meg r sugárra alakítani. Hát ezt, ezt az interneten meg lehet keresni ezt a választ. Vannak ilyen alapvető egyenletek, hogy mit tudom én, r mindenhol megjelenik egy ilyen L, itt színusz, és akkor, akkor itt az van, hogy itt ez, a, ez egy tetától függő színusz szorozva koszinusz fivel. Tehát r szer színusz teta szor koszinusz fi itt is ez majd erszer színusz tetászor. Színusz. Fi. És ez a, legvitces legviccesebb, mert ő itt ilyen egyedül van, hogy erszer koszinusz teta. <kül> Na ezeknek a ezeknek a, az egyenleteknek a segítségével át lehet állni ebből az XYZ koordinátába egy fi-től, tetától és r függő ö, függvényé, vagy hát az operátort át lehet írni ebbe a formába ezt szerintem elég egyszer az életben megcsinálni, úgyhogy ezt nem is mutatom be részletesen, de azért ilyen parasztvakításként felírom, hogy milyen egyenlet születik abból, hogyha, hogyha a laplasz operátort átírjuk gömbi koordinátákba, ezt már valamelyik videómban egyszer szint megsütöttem, tehát itt van a laplasz, R-től, tetától és színusztól függ, és akkor ezt így lehet felírni, hogy 1 per R négyzet D per D R, szorozva R négyzet D per Dr, ez volt az első tag, tehát mondjuk ez az x-nek a deriválásából fakad, ugye kétszer kell deriválni ezt a függvényt, és akkor megkapjuk ezt a részt, ez egy kétszeres deriválás, Itt szépen így fel kell írni. Jön a következő rész, az 1 per r négyzet, színusz, teta, d per d, teta, nem is fog ez kiférni, atya úristen, akkor azt fogom csinálni, hogy ide felírom szépen még egyszer. Á, Istenem, itt lehet, hogy megint meg kell vágni, hogy ne legyen végtelen hosszú a videó. Na, mindegy. Ebből már lehet sejteni, hogy még elég hosszú lesz. Öhm, ja. Itt színusz négyzet, itt van mindenféle nyalánkság, hogy biztos könnyű legyen ezzel számolni. Négyzet ráadásul. Na ez, a, ez az a mód, amivel a Laplace operátort meg lehet csinálni, tehát ezt az, ezt az operátort kell behelyettesíteni a Schrödinger egyenletbe. Tehát most már el lehet képzelni azt, hogy, hogy Schrödinger egyenletet azt uh, hol írtam fel normálisan? nem ilyen egyszerű dolgokat fogunk kapni, mint amiket majd itt fogunk tovább kiszámolni, hanem ilyen undorító egyenlettel kell számolni. Hát, hogyha a Schrödinger egyenletet a hidrogénatomra szeretnénk megoldani, meg egy darab elektronra, akkor ezt a Laplace operátort kell alkalmazni, majd a valamilyen E az IKX típusú függvényen, ez lesz az a hullám függvény. Itt már természetesen lehet sejteni, hogy így be beleszólnak a komplex számok, tehát ez ennyivel bonyolultabb, és ilyen nagyon bonyolult, főleg a fis tag az, ami rohadt bonyolult lesz, de a tetás is azért azt se kell felteni, az az még úgy belefér. <laughs> Tehát ez nagyon-nagyon bonyolult végszámolni. Az a lényeg, hogyha így írjuk fel a, lap a Laplace operátort, akkor szeparáltó differenciál egyenlethez jutunk, és mindegy, hogy milyen kínszenvedés megoldani, de meg lehet oldani. Jobban, mint hogyha ebben a formában hagyjuk. Ez csak egy ilyen kis érdekesség. Hogy, hogy ez a helyzet, most itt viszont azt feltételezzük, hogy fel lehet írni a fit oly módon, hogy három darab csak x-től, csak y-től és csak z-től függő függvény szorzata legyen. Ezt, mert ugye az egészet arra akarom kivinni, hogy, hogy ilyesmi egyenletekre hajtok, mint ez itt például. Valami ilyesmit kéne kapni, mert annak már tudom a megoldásait, és akkor ha ezt megcsinálom három dimenzióra, akkor talán abból valami jó kisülhet. Tehát akkor próbáljuk meg. Tehát akkor a fit azt megpróbálom felírni egy olyan függvényként, hogy van egy csak x-től függő, csak egy, van egy csak y-tól függő, és egy csak z-től függő függvény. Ezek szarzata, ezt teszi majd ki a fit, hogy ezt meg lehet -e csinálni, ez jó lenne. <hül> és akkor szépen át lehet írni, még előtte azért itt nem ártana bevezetni néhány ilyen gondolatot, hogy például, hogyha majd ezeket majd deriválgatni kell, és akkor egy pár ilyen jelölés mondjuk arra, hogy ha az adott függvényt a saját változója szerint deriválom parciálisan, akkor azt így, így lehet jelölni. Egyszeres deriválás, és hogyha kétszeresen deriválva van a függvény, akkor azt, azt úgy lehet jelölni. Ez lesz a kétszeresen deriváltan Függvény. Ugye parciálisan lehet ez deriválni, hogyha ez a helyzet, mert akkor, amikor a függvényt a saját változója szerint deriválom, akkor a másik két érték az konstansnak tekinthető, és akkor szépen ezt lederiválom X szerint és akkor XY konstans, ezt lederiválom Y szerint, és akkor X és Z konstans, és ugyanezt meg lehet csinálni az ével is. És akkor fel lehet írni, hát akkor csináljuk azt hogy ezt felírjuk, be, be, kell helyettesíteni ebbe az egyenletbe, azt kapom, hogy mínusz hávanás négyzetem per 2m, most itt a deriválás az ott van, tehát azt tekintsünk el tőle, és akkor azt kapom, hogy x derivált yz, z, meg x -er y derivált, kétszeres deriválás van, tehát ezt a formulát alkalmazom, z, és a z kétszeres derivált, az egyenlő épp Ez az egyenlet lesz. És akkor azt lehet csinálni, hogy, hogy, hogy azt fogom csinálni, hogy itt felosztok ez, vagy ö, ezt a tagot át kéne vinni a túloldalra, tehát felszorzok 2 m és leosztok mínusz hávonás négyzetennel. Emellett pedig ö, beosztok fivel ugye azért jó ezt megtenni, mert akkor itt, itt ez megjelenik, hogy itt, itt van a fi, meg a fi, ezt háromszor szerepel a fi, hogyha beosztom, ugye hol van a fi? Itt van a fi, hogyha ezt beosztom, akkor, akkor egy olyat fogok kapni, hogy ezek majd kiüt, kiütik egymást, tehát egy olyan, olyan egyenlet lesz itt a végén, hogy hát akkor már kiírom ide rendesen egyszer, hogy lehessen látni jól, hogy mi esik ki, meg mi nem. Beosztom fivel. Következő tag következik mint általában. Az lesz egyenlő 2m e per h négyzet mínusz, és akkor itt már nincs a fímer, vagy a psímer, azzal már beosztottam. Ezt kapom, hát akkor itt vakis látja, hogy itt eltűnnek tagok, aminek általában nagyon lehet örülni. Az ja, hát egész tag eltűnik, tehát marad maradnak ilyen ilyen egyszerű dolgok, hogy x derivált per x, meg y kettőször derivált per y, meg z kettőször derivált per z, egyenlő 2m e, hávonás négyzet. Na, ez történt, és akkor már is meg lehet azt ö, látni, hogy itt, itt szépen fel lehet szorozni, és akkor ezekből ki lehet, ki lehet hozni azt az egyenletet hogy mindegyikre fel lehet szépen írni a, a következőt, mégpedig ezt uh, úgy fogom írni, hogy, hogy már egyből, egyből kírom az egészet, hogy mínusz a négyzetem per kettő. Nem, nem, baj, hogyha sokszor írom, mert addig is legalább folyamat gyakorlom, hogy mi a helyzet. x derivált egyenlő x. Tehát megjelennek ezek az egyenletek, ebből persze három van, tehát ez igaz lesz erre a második értékre is itt az y-nal történnek, meg ezek az események, ez adja az y értékét. Az energia y nal kapcsolatos értékeit, mert ugye mit kell itt fontosan, mit kell itt nagyon pontosan elmondani? Azt, hogy, hogy ezek egymástól függetlenek, ezért szeparálható, vagy hát ez abból következik, hogy szeparálhatóak, tehát egymástól függetlenek, tehát itt ilyen bármelyik pontot ki lehet fejezni egy független x-szel kapcsolatos értékkel, egy független y na kapcsolatos értékkel, és zével. Tehát ezek egymástól teljesen függetlenül mozognak, ezért lehetett ezt az egészet megtenni, és akkor jön ki ez, hogy, hogy lesz három hullámfüggvény, azoknak a szorzata lesz egyébként, ezt már el lehet mondani, ezt, ezt egy kicsit bonyolultabb megkapni, de a pszichi egyébként úgy fog kinézni, hogy megint megjelenik majd valamilyen konstans, amit most távol jelölök, és akkor, hogy is lehet azt jól felírni. sinus kx szer színusz ky szer színusz kz. Így fog kinézni valahogy a hullámfüggvény. Ezt ilyen hasonló peremfeltételekből, meg hasonló ilyen következtetésekből lehetett levonni, mint amit itt az előző órán lehetett látni ilyen típusú függvények lesznek, mindegyikre kijön majd ugyanaz az érték. Ez a jó. És akkor, akkor én ja, még itt felírom ezt is. Jó van, ezt a három egyenletet lehet így létrehozni, ez a szeparálásnak az eredménye, most már három különálló egyenletként lehet őket kezelgetni, és akkor kijönnek szépen ezek a megoldások hogy az EX, az egyenlő, az, az mi is volt? hávonás négyzet, szer p négyzet, per 2 M L négyzet, szer NX négyzet. Ebből pedig az jön ki, hát itt most, ám jó, azért felírom. NY négyzet, és akkor persze itt van még ez a Z tag is, tehát ez ilyen Favágás témakör innentől kezdve. NZ négyzet. Tehát ezeket az egyenleteket lehet megkapni az energiára, és azt lehet mondani, hogy ezeknek az egyenleteknek az összegeként kapom meg majd a rendszer teljes energiáját. Tehát szépen függetlenül változik a... a az energia x el kapcsolatos komponense, meg y-vel, meg z-vel kapcsolatos komponense, függetlenül változnak, viszont mindig igaz lesz az, hogy ezeknek az összege teszi majd ki a teljes energiát. Ezt úgy lehet felírni, hogy mivel hát itt mindegyik tagban szerepel ugyanaz a kis előtag, ezt ki lehet emelni, és akkor ezt az egész tagot itt el lehet nevezni valamilyen értékkel, általában elnullal azt olyan kényelmes nullponti energia, tehát így, így ez van, tehát hogyha még egy az állapota hogy n egyenlő egy, akkor is van itt valamilyen energia, tehát ez így magától jön, e nulla, és akkor, ha ez ki van emelve, akkor azt kapom, hogy nx, meg ny, meg nz, négyzetek. És akkor hát itt van a, a végső megoldás, ugye ilyen függvényekből lehet ezt így szépen mindegy, mindegyiknek kijött ugyanaz a kis randomság a kára, és akkor jó van, és akkor ez az egyenlet van. És akkor most jönnek az érdekes részek, hogy mi történik, hogy mik, mik lesznek ennek a következményei, megismerjük az elektronnak a működését, mert mi történik akkor, hogy elkezdjük változtatni ezeket a kvantumszámokat, ezek kvantumszámok. Ugye rengeteg dologról sajnos nem esett szó az előző alkalommal, tehát hogy milyen érdekes jelenség történik itt. Itt ugyanis itt van egy ilyen érdekes dolog, hogy ott van egy ilyen pont, amit úgy neveznek, hogy csomópont egy dimenzióban. Három dimenzióban ez csomósíkká fog fejlődni. És akkor hát ez egy ilyen érdekes jelenet, ezt beszéljük meg, akkor itt van ez a lap. Térjünk át a következő oldalra. <tosz> Ugye megint csak azt kell mondani, hogy fel kell írni megint a born értelmezés, tehát hogy mínusz végtelentől plusz végtelenig az abszolút négyzet psi. Ez valami konstans. De arról is mindjárt beszélni kell egy sort megint. DW egyelő egy. Miért írtam ide W-t? Hát most azért, mert most már három dimenzióban dolgozunk, tehát W ezt tartalmazni fogja a DX plusz DY plusz DZ koordináták, tehát most már nem egy nem egy egydimenziós szituációról van szó, hanem most már egy konkrét térfogatról, amelyben az elektronnak benne kell lennie, egyes valószínűséggel. Hát ugye itt van, vannak ilyen érdekes dolgok, hogy ez itt egy, hogyha az ott pont egy, akkor az egész térfogat van tulajdonképpen kijelölve, tehát akkor az elektron az egy ilyen kocka formában helyezkedik ott el. Viszont azt lehet tudni, hogy a, a színusz, meg az ilyen koszinuszos függvényekben majd összerakunk valamit, és akkor itt levonódik mindig egy ilyen kis érték, mert nem az egész kockát töltik ki az elektron, vagy az elemi részecska, hanem majd valamilyen kis alakzatot Öltott. Na hát nézzük meg ezt, tehát itt vannak a nx, ny, nz értékek és ugye kvantumszámokról azt lehet tudni, már ez itt az előző alkalommal is kiderült, hogy az értékük nem lehet egyéb, mint 1, 2, 3, de ez bármelyik lehet, tehát n értéke az 1, 2, 3, tatata. Ta, ta. És akkor nézzünk ilyen eseteket, hogy mi van akkor, hogyha mindegyik kvantumszám 1, akkor mi fog történni? akkor itt lehet rögtön húzni egy vonalat, és nézzünk egy olyan esetet, amikor az egyik kvantumszám már eltér az 1-től, tehát mondjuk 1, 1 és 2 lesz mondjuk az NZ értéke. De a vak is látja, hogy igazából ezt is írhatnék, hogy 1, 2, 1, ez gyakorlatilag hasonló. És azt is lehet írni, hogy 2, 1, 1. Ezeket lehet megint felírni. És akkor hát itt, itt még egy ilyen másik fajta érdekes dolog is fog történni, hogy ezt itt tovább folytatnám, akkor itt megjelenik még kilenc ilyen lehetőség, és akkor hát ilyenek vannak. És akkor itt mennyi lesz az energiája az elektronnak? Hát ugye meg van beszélve az, hogy, hogy ezeknek az energiáknak, az XYZ komponens energiák összege lesz az, ami majd a teljes energiát fogja alkalmazni, vagy eredményezni. Tehát az elektronnak itt az energiája 3E0. Ebben az esetben nézzük meg, itt 6E0, lesz az energia, ugye az egyik az kétszer van, és azt lehet megnézni, hogy ezeknek az energiája gyakorlatilag ugyanakkora. Tehát van három állapota itt az elektronnak, ami a dobozban van, amelynek az energiája teljesen azonos. Hogy lehetséges ez? Hát ezek, ezek egy ilyen érdekes jelenség, degenerációnak nevezik ezt a jelenséget, amikor azonos energiához többféle állapot is tartozik, ezek tehát degenerált állapotok. Jó, itt a többivel nem is fogunk foglalkozni, már ez a néhány adat is elég szemléletes lesz, és akkor nézzük, hogy ez hogy néz ki itt a valóságban. Ugye, hogyha mindegyik szám egy, akkor tegyük fel, hogy most teljesen mindegy, hogy melyik az x, y és z szakasz, de mondjuk tegyük fel, hogy erre a szakaszra megoldottam a előző feladatban alkalmazott eredményeket, és itt emlékszünk arra, hogy az n egyenlő egy értéke az egy ilyen egy pupu görbét eredményez. Nézzük, mi történik. Beírok oda egy ilyen egy pupú görbét, ez kb. Annyi, annyit jelent, hogyha itt egy dimenzióban néznénk, akkor itt az elektron, itt a ennél a résznél ott sokkal gyakrabban fordul elő. Itt középen, mint ott a két szélén. Na, és akkor ez történik, hogy akkor megnézzük az Y tengelyre is. Itt is mondjuk ez az eredményünk, hiszen egy, ennél egy, és még az Z e tengelyre is. És Franz tudja, hogy ez melyik, mondjuk mondjuk valahol itt, itt lesz ez jelölve, tehát minden, minden tengelyen, hogy lehet ezt szépen ábrázolni, tehát minden, minden vizsgált tengelyen, hát ja, ugyanazt rajzoltam ide is, tehát minden, minden oldalán kijött ez az érték, hogy n egyenlő egy, és akkor egy ilyen egy pupu görbe, hát ezt, hogyha így összekombinálom, akkor, akkor így a sarkaknál így kiüt, kiütik egymást szépen, és akkor kapok egy gömböt, amely ebben a kockában középen foglal, foglal helyet. Ja, Istenem, nem tudok kockát rajzolni. Ja, valahogy így. Tehát ott van benne. És akkor ez lesz az egyik megoldás, egy ilyen gömb szimmetrikus rendszer, az elektron egy ilyen gömb formájában ott rezek benne. Egy ilyen Valószínűséggel. Nézzük meg, mi a, mi a helyzet akkor, amikor n egyenlő 2. Megint csak itt fel kell rajzolni ilyen kockát. Durván, és akkor nézzük meg, itt az x-tengelyel semmi baj, y-tengelyel semmi baj, viszont itt az n egyenlő 2, és ugye meg van beszélve már az előző óra óta az, hogy a n egyelő kettő állapothoz egy ilyen két görbe tartozik, aminél megjelenik egy ilyen érdekes jelenség egy dimenzióban, hogy ez egy csomó pontot képez itt egy dimenzióban, hát nézzük meg, mi lesz ennek a következménye itt. Tehát az irányú komponens az egy ilyen két görbével lehet jellemezni, és hogyha szépen ezeket így összeadogatjuk, akkor azt kapjuk, hogy megjelenik egy csomósíknak nevezett jelenség. Hogy lehet ezt jól felrajzolni? Van egy gömb. Itt. Mögötte van egy sík. És mögötte van egy másik gömb is. Tehát, mintha két ilyen gümecs így egymás mellett lenne, egy síkkal van elválasztva, csomósik, hát nézzük meg mi a helyzet ezzel a csomósikkal, mert az itt nem esett, vagy arról itt nem esett szó sajnos az előző alkalommal. De például itt azt lehet elmondani, ezt nem rajzoltam még fel sehol, tehát hogy a információ tartalma a abszolút érték négyzetének van, tehát hogyha van egy ilyen függvény, amely ilyen alakú, akkor annak az abszolút érték lesz egyéb, mint valami ilyesmi alakzat. Ugye persze még a mérete is megnő, mert négyzetről van emelve. És itt megjelenik egy olyan pont, megjelenik egy olyan pont, ahol az elektron nem található meg. Ha ezt nagy távolságból nézem, akkor azt, lehet lát, vagy azt, azt látnám, hogy az elektron itt megtalálható, egy ilyen valószínűséggel ezen a szakaszon, meg itt is megtalálható, valamilyen valószínűséggel az elektron, viszont van egy olyan pont, ahol nem. És akkor megkérdezheti az ember, hogy hát jó, hogyha itt nem található meg soha az elektron, akkor hogy ment át onnan oda? Onnan oda. Ez a kvantummechanikának egy ilyen érdekes tulajdonsága, hogy az elektron kétszer lehet egy helyen, vagy egyszerre lehet két helyen, vagy nem lehet eldönteni, hogy melyik helyen van igazán, nem lehet eldönteni, hogy hogy megy át oda. Az a lényeg, hogy ilyen nagyon fura dolog jelenik meg. Tehát úgy tűnik, hogy a térben van egy olyan sík, ahol az elektron nulla valószínűséggel található meg. Hát ez a csomósík, ott egyáltalán nincsen elektron soha, csak ebben a két gümecsben. Nézzünk egy másik állapotot, ugyanaz a helyzet csak másik tengelyen történnek az események, x az teljesen normális, ebben az esetben y-nak van egy ilyen ö, csomópontja, és ebből fakadóan ezok az majd csomósíkot, és az ét tengely természetesen teljesen jól van. Hát, hogyha ezt így fel lehet írni, akkor, akkor ez úgy néz ki, hogy van egy gumecs itt felül, és van egy gümecs itt alul. És ez el van választva egy síkkal, és a sík, sík, alatt és fölött megtalálható az elektron, nagy valószínűséggel, viszont van egy sík, ahol nem, és a két térrész között így az elektron. A három dimenzióban ez jelenik meg. Tovább, hogyha megoldjuk ezt a, az utolsó szögre is, akkor, akkor azt kapjuk, hogy itt van a, az egyik gümecs, itt van a másik gümecs, és közte ott van a fal nagyon rondán berajzolva ez itt nem látszik. Tehát akkor egy ilyen megoldást kapunk, hogy, hogy minden irányban, ugye itt mindig így van az X tengely, itt is, itt is. Tehát látható, hogy tényleg el lehet fogadni azt, hogy ugyanakkor az energia, ezek a labdák teljesen ugyanakkorák, csak a térbeli orientációjuk eltérő. Hát ez egy gerjesztett állapotnak felel meg, tehát az elektron kapott valahonnan egy kis energiát, és kicsit nagyobb energiával kezd rezegni a szobában, akkor már így foglalott helyet. És akkor persze lehet növelni ilyen további állapotokat, akkor nagyon érdekes mindenféle mintázat kialakulhat, hogy mit tudom én, tehát ilyen három pukli kezd el rezegni, vagy, vagy rengeteg ilyen, ilyen golyó jelenik meg, tehát ez, ez csak egyfajta, tehát ugye szépen, hogyha megoldjuk, akkor mit tudom én, a harmadik megoldás az már milyen lehet? Hogy, 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 az, már, az már egy ilyen kerjesztési állapot. Ennek az abszolút érték négyzete az lesz. Tehát akkor, akkor már három darab ilyen, ilyen, ilyen szivarka is megjelenhet ott, hogyha az egyik kvantumszám már három. És persze, hogyha a többi változik, akkor adban nyúlt lesz. Na, ez már kezd hasonlítani arra az eredményre, tehát hogyha a Schrödinger egyenletet <tosz> a Schrödinger egyenletet megoldjuk hidrogén atomra a már korábban felvázolt horror egyenlettel. Ja, hát és persze még itt is sajnos meg kell emlékezni egy csöppet az áról. Ugye az áról már itt volt egy ilyen értekezés még az előző óra anyagával, hogy hogyan, hogyan kell normálni ezt a függvényt. Hát három darab ö, koordináta szerint kellett megoldani ezt az egyenletet. Vessünk csak rá még egy pillant. Tehát itt van, itt van ez a, a a fi, ezt kell ugye négyzetre emelni, tehát ezek a uh, hullámfüggvények szorzatai. És hogyha ezt megcsináljuk, akkor hasonló eljárással, mint amit itt történt, egyébként itt valamiért következetesen átálltam B-re, hát az embernek jár, vagy alfára, rájár az embernek a szája, mert mindig alfákat kell írni az ilyen koszinuszos cuccokba, de ez B, már hogy ezt észrevettem, teljesen mindegy. Tehát, hogyha ugyanígy hasonló módon megoldjuk ezt, akkor itt kap egy hármas szorzót, ugye ennek az volt a megoldása, hogy A egyenlő 2 per L, ugye itt meg van szorozva hárommal, mert három függvényről van szó, és akkor vagy harmadik korra kell emelni. És ez azért van, és akkor olyan lesz a megoldás, hogy gyök alatt 8 per el. Ez, ilyen, ez is szerencsére kijön az általánosításból. A három függvény szorzataként az integrálokból ez majd így összejön, hogy a konstans ebben az esetben nem 2 per el lesz, hanem 8 per el. És akkor Um, azt lehet ide beírni, tehát az idevaló. Ez itt 8, gyakorlat 8 per el. Na hát, ez csak ilyen, ilyen rizsa, ez csak egy fontos hozzáírni, mert normálni kell. És akkor hát persze ez jön ki, hogy a dobozban mindenféle ilyen kis gömbalakokat lehet fel. Hogyha az ember ránéz ilyenkor a periódus rendszerre, akkor igen, ezt akartam megmutatni még, hogy konkrétan a periódus rendszert az ilyen atomokra, ugyancsak a Schrödinger egyenlettel kell kiszámolni, viszont polárkoordinátákat kell ott alkalmazni. Hol lett ez a papírka? Na hát... Valahova pedig felírtam, nem? Nem írtam fel? az a horror egyenlet. Ez itt valami más. Itt van még a tankos játéknak a vázata, hogy látom. Hát hihetetlen, hogy tud így eltűnni egy papír szemem elől. Ja, itt van. Tehát, hogyha <kül> a Schrödinger egyenletet megoldjuk hidrogén atomra, akkor hasonló dolgok fognak kijönni. Ugye ez már egy jóval bonyolultabb módszer, amikor hidrogén atomra megy, akkor potenciális energiát sem lehet el, elhanyagolni, mert az elektron meg a az elektron meg az atomnak közt vonzás van, tehát itt mindenféle, akkor a Schrödinger egyenlet nagyon bonyolult lesz, de ennek a megoldási hasonlóak lesznek, mint ez a dobozba zárt részecske. Itt is majd megjelenik majd, ilyen, megjelenik majd a, a fő kvantumszámok, az n egyenlő, 1, 2, 3, tehát K, L, stb. Héjak. Ezek jönnek majd az ilyen R-től, meg tetától függő tagoktól. Ilyen impulzus momentumból, akkor megjelenik majd a, a P-pályák is. Konkrétan ez így lesz majd. Megjelennek a P-pályák is, meg a D-pályák is. Szépen meg fognak jelenni, és ezek hasonló megoldásúak. Ugye az S-pályák. SP, D pályák. Az S pályák azok általában mindig ilyen gömbök, ezek a P pályák, ezek mindig valamilyen szivar alakúak. Tér minden irányba, irányába, ezek a D pályák, ezek pedig ilyen teljesen bonyolultak, még van olyan is, hogy ilyen, ilyen érdekes formát öltenek, vagy persze ilyen, ilyen, mindenféle alakzatot felvehetnek ezek a D pályák. Ezek lesznek ezek. Ez egy sokkal bonyolultabb megközelítésből jön ki, de első közelítésben, tehát nagyon jó kis modell, ez a dobozba zárt részecske, mert hasonló eredményeket kapunk. Tehát itt is, hogyha rámegyünk szépen egy periódus rendszeres oldalra, majd ezt lehet, hogy belevágom a videó végére, hogy egy kis paraszt vakítás, hogy egy hasonló eredményre jutottunk, ez milyen érdekes. Tehát hasonló jelenségeket mutat az elektron, tehát ebből már így meg lehet érteni azt, hogy az elektron az tényleg így működik, hogy ilyen furcsaságokat csinál, hogy átteleportál egyik térészből a másikba, meg ilyen fura állapotokban lehet egy atommal körül mondjuk és akkor ez, ez így jön ki, ez ilyen általánosítás, egy egydimenziós Schrödinger egyenlet megoldását követően. Na hát nagyjából ilyesmikről szerettem volna még beszélni. Azt hiszem, szépen kitértem arra, hogy milyen, milyen szennyeződés. Ugye, hát ezt, egyszer, ezt, egy életben elég egyszer kiszámolni, meg végig számolni nem is lehetett. Itt ez, ez már olyan bonyolult, hogy itt mindenféle polinomokat kell illeszgetni, tehát ez egy nagyon macerás ez a fi, ebből jönnek majd ki ezek a kvantumszámok, hogy mit tudom, ML kvantumszámok, meg mindenféle ilyesmi, L kvantumszámok, ezek majd innen jönnek ki. Hát ez egy rendkívül bonyolult, ezt egyszer végig számoltuk az iskolában, soha többé nem akarok találkozni ezzel a borzalommal, de sajnos ilyen dolgok vannak. Viszont ez egy nagyon egyszerű megközelítés volt. Viszonylag egész könnyű volt viszonylag általánosítani. Három dimenzióra és egészen kézzel fogható eredményeket lehetett kapni. Majd itt a videó végén mindjárt megtekinthetitek azt, hogy a periódus rendszerben hogyan néz ez ki. Na ennyit szerettem volna mondani, remélem tetszett, köszönöm a figyelmet, sziasztok!